köszöntöm Önöket! Ez a Kultúrcseppek. A mai adásunkban az elmúlt héten történt izgalmas eseményekről számolunk be Önöknek. Tartsanak velünk! Idén is megtartották a szüreti mulatságot a Nyitnikék óvodában. A szőlőpréselést nézhették meg a legkisebbek, de akár kézműves vagy ügyességi játékokon is részt vehettek. Hagyománynak számít már a szüreti mulatság a budakalászi Nyitnikék óvodában. Minden évben szeptember végén megrendezik az intézmény udvarán az ügyességi, kreatív és kézműves játékokat a szüreti foglalkozások keretében. A kiscsoportosok és nagycsoportosok ezen a napon együtt mulathattak az óvoda kertjében, és a sok játékot felváltva próbálhatták ki. Idén szeptember 19-én tartották meg a szüreti mulatságot. Ez egy alapítványi rendezvényünk, célunk, hogy a budakalászi óvodásokért alapítványnak támogatást gyűjtsünk. Ebből szoktunk bizonyos fejlesztéseket az óvodában megvalósítani. A programunk az már évek óta egy hagyományos program, tehát van egy kialakult menetrendünk. Ez a népi hagyományokra, népi játékokra épülő rendezvényünk, úgyhogy az ősz miatt egy kicsit a muskészítés, a szüret, a termények, az őszi termények jegyében vannak a programok. Rengeteg népdal, néptánc, amit a hétköznapok során is a tevékenységbe becsempésznek a pedagógusok, az itt most egy kicsit kidomborításra kerül. Van egy kolléganőnk, aki a néptáncban jártas, van kolléganőnk, aki a népdal éneklésben jártas, és akkor ők igyekeznek ilyen belső képzések során átadni ezeket a többi kollégának, és akkor egy ilyen saját tudástár jön létre. Láttam itt a bejáratnál, hogy van nyitni pénz is, ez mire szolgál? Hát ez elsősorban az, hogy készpénzre ne kelljen foglalkozni, ez a mi saját fizetőeszközünk. Évek óta 100 forint egy nyitni pénz, ilyen váltó, és egyszerűbbé teszi a sütivását, a szörpvását. Van, ahol kézműves tevékenységek, van, ahol mozgásos játékok, illetve hát a muskészítés is egy program, és a programnak a végén lesz egy zárótánc, egy 20 perces néptánc, amit kolléganőnk Bucsánszki Beáta fog vezetni. Egy kicsit az is itt a célja, hogy a szülők kicsit jobban megismerjék egymást, a családok minél jobban egymásra hangolódjanak? Igen, ez nem egy titkolt célunk, hogy évelején ugye nálunk vegyes csoportok vannak. Minden csoportban minden évben kerülnek új családok, új szülők, és akkor egy kicsit nekik is ez elősegíti azt, hogy megismerjék az óvodát, megismerjék a kollégákat és a szülőtársakat, a családokat, amivel egy kicsit a közösségépítés is a célunk. A kollégák igyekeztek ezt úgy összeállítani, hogy mindegyiknek valamilyen kapcsolási pontja legyen az őszi termésekkel, főleg a szőlővel, és hát mindenféle változatos programokkal tudnak. Mi az, ami a mai szüret után, ami ilyen következő ilyen közös program lesz itt az óviban? Hát nem annyira közös program, inkább egy tavaly elsőként megrendezett eseményünk, a sulizsák program, amivel egy kicsit, tehát hogy nekünk most elkötelezett célunk a fenntartható gondolkodásra nevelés a gyerekeknek, és akkor ennek egyik eleme az, hogy a használt ruhákat begyűjtjük és újra hasznosításra felajánljuk. Ezzel nem csak a környezetudatos gondolkodást segítjük elő, hanem bevételt is szerzünk az óvodának, ami karácsony előtt kifejezetten jól jön minden csoportnak. Szülők és gyermekek együtt próbálhatták ki a versenyjátékokat, mindemellett az idei mustot is megkóstolhatták. Az óvoda udvarán minden szem láttára préselték a szőlőt. Ebbe a tevékenységbe szintén belekukkanthattak az ovisok. Volt, akit a testvére is elkísért a nyüzsgő őszi napra. Láttuk, hogy itt vitted az almákat, itt ennél az állomásnál mi a feladat pontosan? Az, hogy egyensúlyozunk, és ne essenek le. Hogyha leesik, akkor egyre rosszabb, és pontokat veszítünk. Látom, hogy vannak tobozok is, meg van a gesztenyék, ezekkel mit lehet csinálni? Ezeket egy kanálba, vagy a belőkanálba kell elhozni. És ahogy körbenéztem, láttam, van itt még több állomás, te hol voltál eddig még? Voltam ott a két kézműveskedő asztalnál, meg itt. Ezeknél eddig voltam, de a többi, és még ott a pillangó reptetésnél is, és nagyon jók. És itt mit mutattál a két kézműves asztalnál, ott mit lehet csinálni? Az egyiknél sülit, a másiknál szőlőbábot. És te mind a kettőt megcsináltad? Igen.
ezt a mindenit. És egyébként mi ez a mai délutáni program? Ezt tudod, hogy mi ez pontosan? Igazából anyukám csak annyit mondott, hogy buli, de én pontosan nem tudom megmondani, hogy mi az. Én csak azért szeretem ezt az óvit, mert én előtte ide jártam, és nekem az is fontos, hogy még mindig itt vannak az emlékek, és nagyon szeretek itt lenni. A szüreti mulatság mellett az év során több hagyományőrző tevékenységet is tartanak az intézményben. Minden évben megtartják az állatok világnapját, a karácsonyt, a farsangot, a húsvétot, az anyák napját, sőt, még a nyitnikék napot is. A szülők szintén más szögből ismerhetik meg az óvodát ezen a napon. Hárman jöttünk, a kislányommal jöttünk, Emmával, meg a nagymamát hoztuk magunkkal. És hogy élvezitek az itteni programot? Mit csináltatok eddig? Nemrég érkeztünk, úgyhogy de most egyelőre szétnéztünk. Most az első asztalhoz leültünk, a saját csoportos asztalunkhoz. Ott készítünk egy almász tányérból. Aztán körbenézünk majd még, mert nem tudjuk, hogy mik vannak, de minden évben jövünk amúgy, és nagyon-nagyon tetszik. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor voltatok már tavaly is. Van... Ez a harmadik év. Van egyébként, amit már így most látok, hogy kicsit más vagy újabb, mint mondjuk az előző évben? Valami változás? Hát mindig más, mert minden asztalnál mindig más kell készíteni, meg minden feladat más, úgyhogy szerintem ma is így lesz. Te hogy tapasztalod egyébként a te gyerkeidnél? Mennyire tudják rávezetni őket ebben a korban így ezekre a hagyományokra, népszokásokra? Mennyire értik meg a gyerkőcök akár így a születnek a lényegét? Szerintem még nem nagyon. Még 5 éves mondjuk az én kislányom, de ez még nem nagyon. De azért szerintem egész jól csinálják. Lehet, hogy az óvoda végére fölfogja, hogy miről szól ez az egész mulatság. És mi az, amit egyébként mondjuk egy ilyen alkalomnál mondjuk a legjobban vár? Mi az, amit a legjobban szeret? Hát a nyüzsgést. Imádja a gyerekeket, és imádja ezt az egész milliót. És neked, mint szülőnek egyébként milyen itt lenni? Jó, mert itt mindenkivel összefutunk legalább az óviba, meg csak éppen, hogy találkozunk reggelente egy-egy szülővel. Itt viszont mindenki itt van. Akkor ez úgymond arra is jó, hogy egy kicsit így beszélgessetek, építsétek egymás között a kapcsolatot, ha jól értem. Igen. Mit készítetek itt most ennél az asztalnál? Sünit. Akkor pont, mint a csoportodat. Elmondod nekünk, hogy hogyan kell csinálni ezt a sünit? Mert én nem tudom ezt pontosan. Kell egy. Így össze kell tűzni. Aztán rajzolni egy art, kell neki csinálni szemet, és tüskéket. Aztán. És hogyan tűzted össze? Mellé csinálta. A szüreti mulatságot táncházzal és közös énekléssel zárták a Pomázi úti épület kertjében. Már hagyománynak számít a szüreti felvonulás, amelyet Budakalászon már évek óta megrendeznek. Az elmúlt héten sem volt ez másképp, amin sok budakalászi részt vett. Lovaskocsi haladt legelől a budakalászi szüreti felvonuláson, de mögötte nyerekben is ültek, pontosabban ügettek a népviseletbe öltözött felvonulók. A rendezvényt szombaton már harmadik alkalommal tartották meg. Idén, amikor a település azt ünnepli, hogy 10 éve kapták meg a városi rangot, szélesebb a programkínálat, mint az előző 2 évben. Most egy kicsivel különböző lesz, annyiban különbözik a szokásostól, hogy a városunk 10 éves, és most ünnepeltük meg nem is olyan régen a 10 éves városi évfordulónkat, és az önkormányzat most fölkért minket arra, hogy a születi felvonuláson is, hogy ezt kössük egy kicsit össze ezzel a programmal. Tehát ezen a városi rendezvény keretében csináljuk a születi felvonulást. Rejs Tamás, a budakalászi Kóskároly Művelődési Ház közművelődési munkatársa hozzátette. A szervezők egyik fő célkitűzése az volt, hogy a hagyományőrző születi felvonulás programjaira a fiatalokat is kicsábítsák. Gondoltuk, hogy legyen egy kis ritmusos, hogy a fiatalok is jobban bekapcsolódjanak ebbe a születibe, ne csak azt higgyék, hogy csak az időseknek szervezünk programokat, és ez most talán ad egy ilyen pluszt, és abban is bízunk,
hogy ezek a fiatalok, akik most látják, hogy ez arról szól, hogy itt van népzene, és este elmehetnek egy ilyen utcabára, és megünnepelhetik így velünk a születi mulatságot, szerintem ez a jövőben is egy siker lesz. Hát ha a fiatal lakosság is kedvet érez egy kis néptánchoz. Hát azt veszük észre, hogy a programjainkra egyre többen a fiatalok is bekapcsolódnak. Igaz, hogy régebben voltak bálok ilyen, amire az fiatalok azt mondták, hát oda miért menjünk el. Ma viszont mióta a zenei változás, tehát egyre több zenekarokat hívunk meg, akikkel kicsit őket is megszólítja, és ezért érzem azt, hogy a nézők, meg a érdeklődők köre egyre fiatalabb lesz, és ennek örülünk. A születi bál amúgy is az ismerkedésnek a helyszíne. Hát igen, ismerkedés, hát mi már nem nagyon ismerkedünk, mi már csak szervezgetjük, de nagyon örülünk, hogy tényleg így eljönnek, és tényleg megvan a lehetőség arra, hogy ezek fiatal táncos lányok lehet, hogy megismerkedik egy fiatal táncos fiúval a születi bálon, és akkor majd 10 év múlva, amikor már 10 éve házasok, akkor majd otthon nevetnek azon. De jó volt, emlékszel 10 éve azot, mikor megismerkedtünk a születi mulatságon? Hát én ezt egy kicsit ez a vicces oldalára teszem ezt, és abba bízom, hogy ez ilyen viccesen jó hangulatban és jó hangulatosan fog megtörténni ezt a mai délután. A rendezvényt nem csak a Budakalászi önkormányzat támogatta, hanem a helyi nemzetiségi szervezetek is. Megköszönjük még a budakalászi szerveknek a segítséget, megköszönjük a budakalászi sváboknak, mert ők is azt mondták, hogy a tájház nyitva lesz, fogadják a vendégeket. A szerbek már most a szerb templomot nyitva hagyták, az ő atyájuk is ott lesz a főtéren, egy fiatal, aki most került ide Budakalászra, és az nekünk jó, hogy ő is bekapcsolódik végre, és hogy ő is velünk van. És a Kelemen László atya is fog érkezni a katolikus egyháztól, és annak is nagyon örülünk, hogy ő is itt lesz. Tehát örülünk azt, hogy a vallási keretek is találkoznak a főtéren, és akkor nem az, hogy csak szerbek, vagy csak a svábok, hanem itt tényleg mindenki együtt van, és együtt fogjuk megünnepelni ezt a mai napot. A menet a hagyomány szerint a Kóskároly művelődési háztól indult, ahonnan a Petőfi térre, azaz a régi főtérre tartott. Ott a város katolikus plébánosa Kelemen László szentelte meg az ünnepséget, és megáldott egy kosárnyi szőlőt is, amely a föld és a fák termékenységét jelképezte. Mindenható Istenünk, kegyességedet kérjük a föld gyümölcsére, ami az időjárás és az eső kormányzásával azt nekünk, bőséges áldásodat áraszt. Add meg népednek, hogy ajándékaidért mindig hálásak legyünk. A föld termékenységéből az éhezőket bőséges javakkal tölts be, hogy minden szűkölködő és szegény is dicsőíthesse a te nevedet, Krisztus, ami Urunk által. A város polgármestere Rogán László köszöntötte a település új szerb lelkipásztorát, Zorán Zsivics atyát is. Itt emeltem, akik talán még nem ismerik, az új szerb lelkipásztor Zorán Zsivics atyát. Ő nem fogja most megáldani a gyümölcsöket, mert az ő szertartási rendjük eltérő a katolikusoktól, de szeretném bemutatni őt jobb közfelől, Zorán Zsivics atya, Isten hozta őt Budakalászon. Rogán László Budakalász kulcsát tartotta a kezében, amelyet a szüreti ünnepség idejére rábízott a kisbíróra. A mai nap arról szól, hogy a kisbíró úr vezénylete és áldásos tevékenység alatt virágzik tovább a városunk, és hívjuk önöket a további programokra, Siszül vendégházhoz, és utána le a tópartjára, ott már fortyog az üstben a rengeteg étel. Az időjárása, jó Isten velünk van, úgy néz ki, hogy ma nem lesz semmilyen bajunk az időjárással. Kisbíró uram, vigyázz erre a városra, a hatalmad éjfélig szól, a választásokon te úgyse indulsz, úgyhogy te hamarabb vissza fogod adni, úgyhogy kívánok neked erre az egy fél napra minden jót, jó egészséget. Idén Kerekes Áron töltötte be a kisbírói tisztséget. Köszönöm a tapsot, drága polgármester úr, ígéret, nagyon-nagyon fogok vigyázni a kulcsra. Mondanám, hogy a legjobb kezekbe kerül, de akkor hazudnék. Úgyhogy aki jól akarja magát érezni velem, és a kulcsra tart, irány a következő állomás. Ezért vagyok én a helyettes kisbíró. Fogadják szeretettel a táncosokat! A polgármester azt mondta, egyáltalán nem fél másra bízni a település vezetését. Évfélig a kisbíró azt tesz ebben a városban, olyan rendelkezéseket hoz, amit szeretne, persze ez 0 órakor hatályát veszíti, úgyhogy ez egy pünkösdi királyság egy kicsit, de bízom benne, hogy az új bírója a városnak nagyon fog vigyázni erre a városra. Fél
hogy miket fog csinálni 24 óra alatt? Nem félek, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség teljes embernek adtam át ezt a kulcsot. Ma polondozhat, kínálhatja az embereket, élvezheti a városot, a lehetőségeket, fontos döntéseket is hozhat. Ha olyat hozna, azt majd megsemmisítjük a legközelebbi testületi ülésen. A Petőfi téren a Len Mamik műsorával és a Rozmarink tánc együttes előadásával kezdődött el a mulatozás. Szólnak engem az emberek, száradjon meg az ő nyelvek, száradjon el, mint a szénap, takarja fel a vasvillap. A Városháza előtt a Pilisvörösvári vendégzenekar, a Die Zwei Währischwarer Buam gondoskodott a jó hangulatról és a zenei aláfestésről. A menet innen az egyik helyi vendéglő és borozó felé indult tovább. Sokan népviseletben vonultak, de lehetett látni rendőrmotorost és babakocsis anyukát is. A gyerekek még azt is kipróbálhatták, milyen felülni a lovak nyergébe. Öten érkeztünk, és nagyon-nagyon élvezik. A gyerekek főleg a lovakat nézték egész úton, és Ádi felkapott az asztalról egy almát, hogy ő ezt viszi a lovacskának, mert imádja a lovakat. Tavaly is voltunk már a szüreti felvonuláson, akkor még kicsik voltak, végig motorozták a távot kis műanyag motorral, hogy nagy állatbarátok. Nővérkéje állatorvos szeretne lenni, azt mondta, és ha van lehetőség lovagolni, nem hagyják ki, megragadnak minden alkalmat. Akkor pár év múlva lehet, hogy itt a születi felvonuláson lóháton ülnek már. Lehet, az biztos. Ádi, megbarátkoztál a lóval? Nem. Hogy hívják a lovat? Na. Hadúr. Hát még nem kérdezted meg. Hadút. Ügyesek vagytok. Ádi, mit hoztál a lovacskának? Álmát. Megette? Igen. Budakalász egyik legrégibb, sváb hagyományokat őrző étterme és borozója nem csak bort kínált, hanem mustot is, amelyet a gyerekek is bátran megkóstolhattak. Amit most fogyasztunk mustot, ezt tegnap szüreteltük, ez egyébként egy merló, ez Balatonfüredről származik, terméskorlátozással készítettük, ami azt jelenti, hogy nagyon vigyáztunk még szőlő formájában a gyümölcsre, és így körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy szőlőtőkén egy palac bor lesz. Hogyha ezt nem korlátoznánk, akkor 5-6 kilót is leszedhetnénk, nyilván nem ez a cél, hanem hogy sokkal koncentráltabb legyen az ízvilág. Így el tudta érni szeptember közepére a 24 cukorfokot, a 24 cukorfokból 16-os alkohol lesz, ami egy nagyon magas minőség. Ez a merló, de egyébként szedtünk kékfrankost is, ez egy kicsit szerényebb, az csak 22 cukorfokos, de szerintem a kékfrankos gyümölcsössége mellett az bőven elegendő. Hol van ez a termőterület? Ez Balatonfüreden van, Balatonfüred legnagyobb egybefüggő szőlőterülete. Jónak mondható az idei év? Nagyon jónak mondható. Egy kicsit kevesebb lett, kb. 25-30%-kal, de szerintem nem ez a szempont, hanem az a szempont, hogy a minőség megfelelő legyen. A felvonulás végső állomása az Omsk-tó partja volt. A kisbíró köszönetet mondott mindenkinek, aki végig sétálta velük a települést. Nagyon köszönöm azoknak, akik velünk vonultak végig Budakalászon. Egy nagy tapsot megérdemelnek a velünk vonulók. Köszönjük szépen, ők már két helyen ittak, amiatt is jogos a taps teljes mértékben. Hamarosan a Lengvirágot fogom hívni, a Lengvirág táncegyüttest, hogy még egyszer utoljára kápráztassanak el bennünket. Előtte azonban engedjék meg, hogy Rózsa Iván szavaival én is hamarosan majd elbúcsúzzak. Egykoron a gólbüfé kocsma volt, most gólvendéglő, volt, ami volt. Drágább lett egy kicsit, de magasabb is a színvonal, remélhetőleg a focistáinkat is eléri majd az élvonal. Lehet itt reggelizni, ebédelni, vacsorázni, ha az eső esik, egy sörre vagy borra betérni és nem ázni. Fagylajt is a nyári kínálat része, de most bort iszik itt Budakalász népe. Kerekes Áron idén beugróként teljesítette a feladatot, de azt reméli, hogy duplázhat, azaz jövőre is ő lehet majd a kisbíró. Ha azt szeretném, hogy jövőre is hívjanak kisbírónak, akkor illik visszaadni majd éjfél után a kulcsot valamivel, nem szabad visszaélni a budakalásziak bizalmával, mert nagyon kedvesek, de nagyon szigorúak is tudnak lenni, úgyhogy én is vissza fogom adni majd a kulcsot. De ami örömteli, hogy
minden állomáson nagyon-nagyon sokan ott voltak velünk, élvezték a vendégszeretetet a város részéről, vagy akár a Sisszülbórház részéről, és hát meg kell nézni, hogy milyen hangulat van itt lent az Omszki tó partján, ugye itt egy hamarosan egy hatalmas, fergeteges rock'n'roll utcabál veszi kezdetét, méltóképpen ünnepli meg azt gondolom a szület kezdetét majd Budakalász. A szüreti mulatságot az Omszk tó partján utcabál zárta. Köszönjük szépen a Lemvirág Tánc Együttesnek és a zenészeknek. Fantasztikus volt! Sétálj Budakalászon! Az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódva Budakalászon is különböző pontokra juthattak el a résztvevők térkép alapján. A 2019-es év autómentes hetének idei tematikája a séta. Szeptember 21-én először szervezte meg a Város a Sétálj Budakalászon című programot, ezért a város vezetése és a Kós Károly Művelődési Ház közös szervezésében invitálta az érdeklődőket, ahol a város 8 különböző pontján, a Kávárián, a Schwab tájházban, a Szerb Ortodox templomban, az Ezeréves keresztnél, Szent István telepen, az Omszkitónál és a Lupa-szigeten lehetett pecsétet szerezni. Amikor megláttuk, hogy az Európai Autómentes Nap mottója idén a sétálj velünk, akkor rögtön egy régi vágy fogalmazódott meg, hogy Kalászon vannak ilyen eldugott gyönyörű kis helyek, hogy tudnánk az embereket így valahogy oda elvinni. És most 10 éves ugye a város, és akkor ez így valahogy így a csillagok szerencsés állásából ez így most összejött, hogy ezt megszerveztük. A 8 állomást úgy lehet teljesíteni, hogy mindegyik állomáson lehet egy ilyen itinert kérni, amiben a pecséteket lehet gyűjteni, és akkor elindul, teljesen tetszőleges módon valaki elindul, és akkor kap egy pecsétet, almát, frissítőket, mindent, és akkor ezt a 8-at, ha már 4 állomást teljesít, akkor kap egy ajándékot, ha 8-at, akkor 2-t. Ami egy csoda dolog, hogy a Lupa-szigetre most a kompos átviszi ingyen az érdeklődőket. Ez egy nagyon nagy öröm, mert annyi emberre beszéltem, aki itt lakik Kalászon, és mi nem voltak a Lupa-szigeten. És az egy csoda, ott az a platánsor, meg az egésznek a csendje olyan, mint hogyha az ember elmenne nyaralni egy pár órára. Úgyhogy nagyon izgatottan várom a visszajelzéseket, hogy mindenki örülte neki. Érezhető, hogy ez az állomás lesz a te kedvenced. Van-e még olyan, ami még a szíved csücske? Hát a Dunapart, ugye a kerékpár verseny, ami holnap lesz, az is lemegy a Dunapartra, mert az a Dunai ártér, azokkal az rajzos fákkal, meg az élővilággal, az is egy csoda, de igazából mindegyik. A Szerbtemplom egy csoda, a Kávária, tehát igazából azért találtuk ki, hogy ezt a többi ember is, vagy mindenki megismerje, akit érdekel. Minden állomásra összegyűjtöttük arról az adott környékről, arról az adott nevezetességről az egész tudnivalókat, kinyomtattuk, és aki az állomáson ül, az elmondja az érdeklődőknek. És hogyha akkor el is viheti a papírt, mert többet nyomtatunk belőle. A túra résztvevőinek ajándék volt a jutalmuk, ugyanis 4 pecsétért egy sportkulacs, 8 pecsétért pedig egy városi bögrét lehetett kapni.
Az eseményre nem csak helyiek, hanem a környező településekről is jöttek, Pomázról, Szentendréről, kicsik és nagyok egyaránt. A túrát úgy próbálták összeállítani, hogy minél több érdekesség és látványosságot érintsen, ugyanakkor megismerjék azokat a részeket is a látogatók, amelyek kevésbé ismertek. Szent István telepe a maga kis eldugottságával az egy jó kiindulási pont, mert aki bent lakik a városban, arra még nem járt. A Kálvária ugye föl lett újítva, az 1000 éves kereszttől nem messze épül az új iskola. Tehát aki oda elmegy, az fölsétel és látja, hogy milyen csodálatos helyen lesz az új iskola. A Schwab tájház is, az is magáért beszél, az Omsztó, hát az is egy jó kis kikapcsolódási hely is, aki messzebb lakik, lehet, hogy nem ismeri. Hát és a Dunapartot meg már említettem több ízben. Endre Károly a Budakalászi Egészségklub tagja, és ő volt az egyik vezetője a Dunaparti állomásnak. Az egyik legszebb állomáson vagyunk, amit a Lupára vezető ez az oldal végül is, és tulajdonképpen itt a... Itt lehet átmenni, hát itt máshol lehet meg kompa. Visszajönni? Itt lehet a kompal átmenni, ott is van egy állomás a Lupa-sziget elején, és tulajdonképpen ez a majdhogy nem az utolsó itt ezen a fronton, ez a állomás. Nagyon sokan jöttek már ma? Hát ide 50-60 ember érkezett, de hát minden állomásnak megvan a maga a regisztrációja, úgyhogy nagyon sokan voltak, igen. Főleg családok, sok gyerekkel, ez az öröm, hogy népes családok jönnek, és kapnak cukorkát, almát, vizet, és kifestőt a gyerekek, úgyhogy... És van egy menetlevél, ha nevezzük menetlevélnek, ahol pecsételni lehet. Kétfajta pecsétből lehet választani, igen, itt hát is, itt is vannak. Igen, hát van itt egy kis hajócska, meg felhő esővel, amit nem szeretnek, ugye, mert hát ilyen szép napos időben ez nem okés, hanem a kis hajócskával bélyegezzük. 8 állomás van, mindenütt más bélyegzők vannak, úgyhogy gyerekek is élvezik a dolgot. Mit szeret leginkább mesélni a Dunáról? Hát a vízélete, tehát vízi ember vagyok, 50 éve járok ki a Dunára, és hát ez a legszebb része az országnak. Ez a kis sziget például, egy ilyen ékszer, én is voltam át a másik oldalon, ezt minden évben besétáljuk, 1 kilométer hosszú a sziget. Hát maga az evezés, a Dunába való fürdés, ez fantasztikus dolog. A program keretében a sétálóknak lehetőségük volt ingyenesen átkompozni a Lupa-szigetre, ahová minden óra 10 perckor indult a hajó. Nagyon tetszett ez a kezdeményezés, jó összehozza a szülőket, az ismerősöket, a rokonokat, bárkit. Nagyon jó. Mennyire megterhelő ezt az 5-10 kilométer teljesíteni? Hát nem egy egyszerű dolog, megmondom őszintén, hogy igénybe veszi az összes energiánkat, meg erőnlétünket, de hát nagyon élvezzük, sok emberrel találkozunk útközben, úgyhogy örülök, hogy meghívtuk egymást erre a programra, mert reggel még nem úgy gondoltam, hogy eljövünk erre, de aztán a kolléganőm unszolására. Nem, én csak megkérdeztem, hogy jöttök-e? Igen, úgyhogy szívesen vettünk részt rajta. Igazából nekem a templom az, ami ismeretlen volt számomra. Új információkkal gyarapodtak? Igen. Olyanokat tudtunk meg, amit így nem is gondoltunk volna, hogy külön szakaszok vannak a férfiaknak, a nőknek. Az egy érdekes tapasztalás volt. Igen, a szerb templomban nem nincs bejárás ugye más embereknek, tehát most volt lehetőségünk megnézni itt a templomot, úgyhogy tapasztalatot szereztünk. A séta az Omszkitónál ért véget, ahol a résztvevők megkapták megérdemelt ajándékukat a kiadós táv után. Ennyi volt mára a Kultúrcseppek, azonban, hogyha további kikapcsolódásra vágynak, akkor szeptember 28-án 11 órától a Szeptember Festen vehetnek részt az érdeklődők a Lupatónál. Megismerhetik a bajoros virtust, és különböző ételeket kóstolhatnak meg, és nem maradhat el a sör sem. Köszönöm, hogy minket választottak, legközelebb egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!